Szabados Ákos Pest Erzsébet polgármestere idén is találkozott a kerületben tevékenykedő orvosokkal. Az alkalomra több mint 60 meghívott közül 35-en fogadták el a meghívást, és nagyjából ennyien is hallgatták érdeklődve a kerület első emberének összefoglalóját, amiben a többi közt kitért a Pest Erzsébeten folyó fejlesztésekre, jövőbeni tervekre, és természetesen az egészségügyet érintő kérdésekre is. Egyes betegségek eltűntek, vagy jelentősen csökkentek, más betegségek pedig kifejezetten gyakoribbá váltak. Idén is megrendezték a diákoknak a katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt, amit két nap felkészítés előzött meg. A 20. kerületben több iskola is benevezett a vetélkedőre, és volt olyan intézmény, ami két csapatot indított a megmérettetésen. A fővárosi fürdőigazgatóság és Hévizei ZRT elkészítette most már azt a nem csak látvány, hanem kiviteli tervet, és most engedélyeztetés alatt van, amellyel a strandfürdő megújulhat. A Pest Erzsébet kriminálképek közül az, amikor elfogtak egy betörőt, aki a ágyon lévő ruhák alá rejtőzött el, és ez úgy van megfestve, hogy kicsit egy ilyen átvilágított, ilyen röntgenkép jut eszembe, ahogy a lámpa fényét megfestette, és ez nagyon tetszik.